Ájurvéda az élet tudománya. A legtöbb ember, aki az ájurvédáról hall, nem tudja, hogy ez a legősibb orvostudományi leírás. Hippokrátész tanára, aki végül is a modern orvostudomány atya is régebben, még erre esküdtek fel az orvosok, neki a tanára Csaraka volt. Csaraka, aki az ájurvédikus belgyógyászat könyvét, a Csaraka Szamhitát írta. Tehát még egyszer, a modern orvostudomány atya, Hippokrátész tanára, mestere, az a Csaraka, aki a, mondhatni úgy modern nyelven, hogy a belgyógyászat legfontosabb könyvét, a Csaraka Szamhitát leírta. Ez egy több kötetes, több vaskos kötetes mű. Csaraka Szamhita. No de az ájurvéda az nem csak ebből áll, van többféle szamhita is, többféle könyv sorozat is, ami az ájurvéda különböző részeit taglalja. Rendkívül fontos részeket. Olyanokat, amiket a modern orvostudomány még csak most kezd kapizsgálni, hogy ilyen is van. Hárita szanghita, Bhéla szanghita, Kásyapa szanghita, Csaraka szanghita, Sushruta szanghita, Vágbhatta szanghita, Mádhavanidána szanghita, Sárangadara szanghita, Bhava Prakasa szanghita. Jól hangzik, ugye? Ez a kilenc szanghita, szanghita. Ez a kilenc összefoglaló, mindent a teljesség szemszögéből elemző, rendkívül komplex mű, amit alacsonyabb tudatszinteken nem is tudnak az orvosok se értelmezni. Ahhoz egy mester kell, egy mester, aki az ájurvédában is járatos, és utána az orvosok számára kifejti ezeket a nagyon sűrű tanokat. Nos, ha csak a Csaraka Szamhitát ismernék az orvosok és a sebészek a Sushruta Szamhitát, akkor egy csomó minden problémától megszabadulnának. Nem lennének ennyi és ennyire komoly orvosi műhibák. Ugyanis megvan az, hogy melyik napon nem szabad bizonyos kezeléseket végezni. Ugye milyen érdekes? Mert asztrologikailag azokon a napokon olyan energiák vannak, amik az adott kezelést nem segítik elő. Ez lehet akár tisztító, akár tápláló kezelés, vagy akár egy sebészeti beavatkozás. Azokon a napokon, amikor ezt az asztrológia, asztrologika előre jelzi, nem érdemes megkockáztatni. Nem biztos, hogy bekövetkezik, de az esetek többségében igen, és valami komplikáció, probléma merül fel. Nos, ez az egyik dolog, ami olyan extra dolog, hogy az orvosok egyszerűen el sem merik hinni, hogy ilyen létezik. A másik pedig az, hogy a marmapontok tudománya, a nádik, energetikai rendszerek tudománya szintén rendkívül fontos. Azok a pontok, azok az akupresszúrás és akupunktúrás pontok, amelyeket ha a sebész átvág, úgyhogy ott nincs idegi kapcsolat, szervi kapcsolat, nincsen semmilyen csatorna, látható csatorna, mégis átvág valami olyasmit, ami későbbi, nagyon komoly betegségek forrása lehet. Tehát ezt is tudnia kellene mondjuk a sebészeknek. Sushruta Samhita ezt is részletesen taglalja. De úgy vegyétek, hogy több ezer évvel ezelőtt a legkomolyabb sebészi műtéteket, akár plasztikai műtéteket, ajakműtétet, különféle szervi eltávolító műtéteket, vagy koponya rekonstrukciót, ezeket mind tudták. Mind tudták az ájurvéda mesterei. Tehát a modern orvostudomány nagyon jó, nagyszerű, csodálatos dolgokat tudott, de ezt ki kell egészíteni a régiek tudásával.
az ájurvédikus belgyógyászat, Charaka Samhita, és a sebészet, főként sebészet, Sushruta Samhita, ebbe segíti őket. És utána van még a gyógynövények tana, a tisztító kezelések tana, a különféle ajurvédikus szerek tana, az, hogy milyen időjárásbeli és kozmikus hatások vannak, amik az egészséget befolyásolják. Jól hangzik, ugye? Hogyha orvos vagy, tanuld az ájurvédát, és egy új világ tárul ki előtted. Ha természetgyógyász vagy, tanuld az ájurvédát, és amit eddig tudtál, még tökéletesebben fogod tudni, és rendszerezheted. Ha egészséges vagy, tanulmányozd az ájurvédát, hogy egészséges maradj. Ha beteg vagy, tanulmányozd az ájurvédát, és gyógyulj meg. Én egyszerű ez a dolog. Ájurvédikus konzultációkat, tanfolyamokat tartok. Egészségügy és táplálkozás tekintetében, hogyha valaki beteg, forduljon hozzám bátran, bizalommal, 2 órás konzultációban végignézzük életedet, és kijavítunk minden betegséget. Elindulhatsz az egészség útján, a gyógyulásodat a természet fogja irányítani, mi csak tesszük a dolgunkat, egészségesre esszük magunkat, és kitisztítjuk a szervezetet. A szervezet tudja ekkor, hogy hogyan gyógyítsa meg magát. Namaste! Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, iratkozz fel a csatornámra, és oszd meg másokkal is. Áldás és békesség!